ez itt a Suli Híradó. Központi írásbeli vizsgán. Iskolánkban ezentúl csak központi írásbeli elért teljesítmény alapján lehet bekerülni 8-os diákoknak. A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2013. január 19-én 10 órától, a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2013. január 24-én 14 órától kezdve rendezi meg a gimnázium. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A kiértékelt feladatlapok megtekintésének időpontja 2013. január 22. 8 órától 16 óráig. Helye iskolán tárgyalója. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 16 óráig írásban adhatja le. Köszönöm. 13. Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2013. Több mint 100 kiállító és 30 ezer látogató, szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézmény standja és a legújabb oktatási fejlesztések, taneszközök, módszerek várható az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Immár 13. alkalommal 2013. január 18-án és 19-én várják Budapestre a középiskolás diákokat, szülőket, pedagógusokat, intézményvezetőket és fenntartókat. A kétnapos rendezvénynek a Hungexpo Budapesti Vásárközpont ad otthont. A belépés minden vendég számára ingyenes. A kiállítás kiemelkedő jelentőségű a felvételiző diákok számára, hiszen egy időben, egy helyen találkozhatnak csaknem 50 felsőoktatási intézmény képviselőivel és jelenlegi hallgatóival, akiktől megtudhatják a legfrissebb információkat a képzési rendszerről, szakokról, érdeklődhetnek a felvételi esélyekről és lehetőségekről, a tanulmányi és szociális juttatásokról, a kollégiumi elhelyezésről, illetve az intézmény nyújtott a szabadidős tevékenységekről. Új betélkedő a gimnáziumban. A korábbi két évben az úgynevezett télbúcsúztató mulatságban vehettetek részt, ahol osztályonként betélkedhettetek egymás ellen. A tavalyi évben még egy tanári csapat is beszállt a játékba. Idén egy újfajta délutáni programmal várunk benneteket, ez a Belcsényi Kincse. Várjuk az osztályok jelentkezését maximum 10 fővel, akik ismét megküzdenek a többi osztály ellen. A Belcsényi Kincse a város és az iskola történetére fog alapozni. Így érdemes az ezekkel kapcsolatos történelmi eseményeknek, fontosabb infóknak utána néznetek könyvekben, interneten. Természetesen napjaink érdekes híreit is belecsempészszük a betélkedőbe. Az osztályokon kívül várjuk a tanárok nevezését, mégpedig nevezni lehet február 22-ig a www.belcsinyitv.wordpress.com/jatek oldalon vagy nálam. A játék márciusban kerül megrendezésre. Várjuk jelentkezéseiteket! Éve, január 18-án kezdődtek meg az első világháborút lezáró trianoni béketárgyalások a franciaországi Versailles-ban, melyek mindmáig fájó sebeket okoztak hazánknak. Ez volt a Suli Híradó. Látogassatok el honlapunkra a www.belcsinytv.wordpress.com-ra, vagy figyeljétek Facebookos oldalunkat is. Viszontlátásra, sziasztok!